Szeretettel köszöntök mindenkit, Deák Néi Ulcsi vagyok, a Nyíregyházi Kékkereszt csoport tagja. Van két szép lányom és egy két kis férjem és unokám. Hát azt hiszem, hogy valamennyien tudjuk, ugye, hogy van, akinél először jelentkezett a depresszió, és azt próbálja valahonnan oldani, van, akinél pedig fordítva. Hát az én esetem éppen az, hogy először jött a depresszió, és utána az alkohol. A kálváriám az már gyerekkoromban elkezdődött egy ilyen pánikroham szerűséggel. Hát este nem mertem elaludni, mert féltem, hogy reggel már nem kelek föl. És hát jöttek a tünetek, ugye remek és izzadás, szívem ment ezerre. És segítséget nem mertem kérni senkitől, mert egy az, hogy gyerek voltam, most se tudtam még, hogy mi történik velem. A másik pedig az, hogy a szüleim életében is nagy szerepet játszott az alkohol, és ezért nem is fordultam hozzájuk. Megpróbáltam mindig megfelelni mindenkinek, mindig azt szerettem volna gyerekkoromban is, hogy szüleimnek is megfeleljek, hogy csak velem legyen baj. Hát a 8. évig kitűnő tanuló voltam, aztán kisfaluban laktam, fölmentem Nyíregyházára, a Kölcsey Ferenc gimnáziumba, egészségügyi szakközépiskolába tanulni. És hát bizony jöttek a beilleszkedési nehézségek is, és ekkor már olyan szorongás volt bennem, hogy már fizikai tüneteket okozott, hogy állandó görcs volt bennem, görcs volt a jobb lábamban, sántikáltam, és hát amikor úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, felkerestem a kollégium orvosát, és elmondtam neki, hogy mi a problémám, és akkor írta fel nekem az első nyugtatómat 16 évesen. Elvégeztem az iskolát, és a József András kórházban műtősnőként dolgoztam 2 évig. Hát akkor valahogy úgy ezek a panaszok már elmúltak, utána a férjhez mentem, szültem a 2 gyereket, és akkor megint előjött ez a fóbia, hogy mi lesz, ha én meghalok, és mi lesz akkor a gyerekeimmel. De segítséget még ekkor sem mertem kérni, voltak ismerőseim a kórházban, hoztam nekem ezt azt, amivel csillapítottam ezt a szorongást. És visszamentem dolgozni, de akkor már altatós szakaszisztensnek. Hát elvégeztem 2 gyerek mellett a felnőtt szakápolóit és az anesteziológus szakaszisztensi iskolát, közben otthon vezettem a háztartást, dolgoztam, ügyeltem, 32-48 órákon dolgoztam egyfolytában, és hát bizony ez kiverte nálam a biztosítékot egy idő után. Egy reggel úgy ébredtem fel, hogy én nem bírok felkelni, nem bírok bemenni dolgozni. Lehúztam a redőnyt, a telefont kikapcsoltam, és csak feküdtem a szobába, otthon azt hazudtam, hogy szabadságot vettem ki. És hát 5 nap után csengettem, kinyitottam az ajtót, és ott állt a főnököm. És most már tudom, hogy őt az úr küldte hozzám, és elintézték nekem, hogy bekerüljek a nyíregyházi pszichiátriára, ahol naponta 3-szor 2 ampulla szerint kaptam infúziót, hangulatjavítós infúziót. Nagy nehezen helyre jöttem, visszamentem dolgozni, és akkor megint előjött bennem ez a megfelelni vágyás. Már csak azért is, hogy a kollégák nem mondják azt, hogy vagyok, mert volt, akitől megkaptam, hogy bolond azt, hogy vagyok, mert hogy ilyen helyzetbe kerültem. És akkor elkezdtem begyűjteni magamnak a feladatokat. Az egyesületünknél területi tagozatvezető voltam, kongresszusokra előadást tartottam, részt vettem Hévízen az egészségügyi és szakdolgozói kamara megalakulásán, és hát közben még dolgoztam is mellé, közben megint ott volt a család, és akkor megint elkezdtem elfáradni, és ugye akkor már mániás depressziósként voltam elkönyvelve, és hát ugye ezek mit csinálnak, nappal pörögnek, éjszaka nem tudnak aludni. És akkor rájöttem, hogy este én megiszok 1-2 pohár bort, akkor jól tudok aludni. És hát ez így ment egy ideig,
Igen, nem, de utána már hétvégén is előfordult ez velem, de vasárnap délben mindig abba hagytam, mert tudtam, hogy hétvégben nem kell dolgozni. Tehát akkor nem az alkohol irányított engem, hanem én irányítottam az alkoholt akkor még. És hát utána megint bekerültem ebbe a mókus kerékbe, és 2006-ban már olyan állapotban voltam, nem az alkohol miatt, hanem a depresszió miatt, hogy leszázalék voltak. És akkor szabadult el nálam a pokol, mert akkor úgy éreztem már, hogy tényleg nem kellek senkinek, én nem vagyok jó semmire, hogy nincs munkám, hogy a társadalom is kivetett magából, és akkor kezdtem el igazán élni. Cintivó voltam. Hát a lakás minden pontján el volt tudva az alkohol, ahol csak lehetett, mert ugye zugibó is voltam. És hát a család szegény tűrt egy ideig, aztán összepakoltak és betettek a nyíregyházi addiktológiára. Helyre pofoztak, haza kerültem, és megint elkezdtem inni, és nem tudtam, hogy miért. És éreztem, hogy van a lelkemben valami űr, amit nem tudok mással betölteni, csak az alkohollal. És hiába ott voltak a gyerekek, én akkor is csak ittam. És 2010. augusztus 2-án olyan állapotban kerültem be a kórházba, hogy szinte eszméletlen voltam. És a megfigyelőben feküdtem, és akkor küldte az úr oda hozzám a Képkereszt csoport vezetőjét, Kardos Jánost és a szociális munkásunkat, Szabó Attilát, és meséltek nekem Dömösről, hogy az milyen hely is, és hogy ott talán megoldást találok, talán megszabadulok. Mert bizony a kórházban előfordult, volt egy orvos, aki azt mondta nekem, hogy hát maga minden, mindig ide jár, már többet van itt, mint otthon. És még én voltam megsértődve, ugye? Aztán volt olyan bizony, hogy anyáknapján a kisebbik lányom hozzávágta a virágcsokrot, hogy ne szerez a tiéd, nem érdemlet meg. Mindenki elfordult tőlem. Öcsém, még, családom, mindenki. És nem volt más lehetősége. Ezt kellett, hogy megragadjam, éreztem, hogy el fogok menni, és elutaztunk. És amint megláttam, hogy milyen hely ez a Dömös, már akkor kezdett mocorogni bennem valami. És azért is, amiért olyan nagy szeretettel fogadtak. Tehát nem az volt, hogy na, te rohadt alkoholista, már bocsánat a szóért, mit keresel te, minek jöttél, hanem elfogadtak olyannak, amilyen érkeztem. És a nagy teremben oda tettük le a csomagjainkat, és fölnéztem a pultitos fölé, és a fatáblára ki volt írva, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És akkor éreztem, hogy én hazataláltam. És hát eleinte hallgattam az állítottat, ugye az ige hirdetéseket. Ugye érdekelt is, meg voltam én, és ugye el voltam a magam szennyével, bűnével foglalva. Aztán elkezdtük énekelni a 36-os éveket. Az Ó Jézus drága csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, bár lett, de kulcsfordulásra vársz. És akkor gördült el a lelkemről egy nagy kő, és akkor döbbentem rá, hogy Istenem, hogy mennyit kopogtatott nálam, mikor én jövőre akartam lenni. És ő nem engedte, mert tudta, hogy ő még nekem célom van az életemben. És ha akkor én elmentem volna, akkor nem ápolgattam volna a rákos édesanyámat. Nem érhettem volna meg, hogy nekem kisunokám született, nem lehetnék most vele. Nem lehetnék ott a lányom esküvőjén. Tehát egy csomó minden. És úgy jöttem az Adamosról, hogy levettem a bűneimet, hogy megbocsájtottam magamnak. Hazajöttem, bocsánatot kértem mindenkitől, nem volt könnyű. De utána nagyon nagy lelkülége szállt rám, és a kisebbik lányom
ültem a konyhába, és leült velem szembe, és azt mondta, hogy, anyám, neked csillog a szem, mert te mosolyogsz. És mondtam, hogy igen, már ilyen voltam. És azóta is én sokat jártam, már bizonyságot fogott tenni az addiktológián, a nyíregyházi addiktológián, hogy ők is ismerjék meg a Jézus Krisztus szabadító erejét, hogy minden mélységből van felemelkedés, és hát Tömösen is elég sokat szolgáltam, és teljesen megváltozott az életem, én már majdnem 5 éve. Ennyit szeretném.